Jó estét kívánok! Megint lebuktam. A keddi sorozatunk következő előadója Székács Vera, akit már korábban üdvözölhettünk körünkben. Ő is galilei hívő, vagy galilei kedvelő, galilei ológus. Nem tudom, hogy van egy ilyen szó egyáltalán. Múlt alkalommal egy általános, így él galilei témakört hallhattunk. Most viszont kimondottan csak a napészleléseire koncentrálunk. Hát sajnos elmúlt már egy évvel, tavaly volt a 400 éves évfordulója a galilei napfoltokról szóló művének, a megjelenésének. De hát egy év ide oda nem számít, és most nagyon jól jön nekünk a galilei képnek a pontosításához egy ilyen napfoltokkal foglalkozó előadás. Tehát akkor átadom a szót. Köszönöm szépen. Be kell vallanom, hogy... Hát ezt még nem tudom. Hát, jó lenne, ha maradna már, elnézést. Szóval ennek a, ez az a cikk, ami most a februári számban, vagy igen. Így talán jobb lesz. Ami a Meteor februári számában is olvasható lesz. És ennek a cikknek az első szóbeli változatát én már előadtam ugyanitt, tavaly júniusban, mert hiszen tavaly volt a könyv megjelenésének az évfordulója, és ebből az alkalomból itt, amikor a napészlelők országos találkozója volt, akkor meghívtak engem ide, hogy ezt a könyvet ismertessem. Tehát ennek ez az előzménye, úgyhogy nagy becsben részesül ez a szövegecske, mert már most ilyen módon háromszor publikálom itt. Egyébként van még egy nagyon nagy évforduló idén, a Reticusnak az 500 Reticus születésének 500. évfordulója van idén. Szintén februárban. És talán 15-én, de erre már nem emlékszem. Hát és Reticus azon kívül, hogy itt talán utalok is majd rá, tehát nem véletlenül említem, azon kívül van egy nagyon fontos adalék az ő életéhez, az, hogy ugye ő írta meg a Kopernikus az égi szférák mozgásáról, című művének, ő írta meg az ismertetőjét, a prima narrációprimát, ami nagyon fontos volt, mert akkor még tulajdonképpen nem jelent meg a Kopernikusnak az égi pályák körforgásáról című, ugye a De Revolutionibus, nem tudom kimondani, az égi pályák körforgásáról című műve még akkor nem jelent meg, és Reticus ismertette ugyancsak latinul a Narrátió Prima című könyvében, és hát ezt azt hiszem, ugye ez félig meddig anekdota, hogy közben azt mondja, hogy a De Revolutionibus nem olvasható, olvashatatlan, ez viszont kellemesen olvasható, de sajnos magyarul nincs meg. Igaz, Attila? Nincs meg. Se ez, és se a Kopernikus műve nincs meg magyarul. Igen? Nincs. Hát, minden esetre Európában a tudósok közt ugyanúgy terjedt a Reticus műve, mint Kopernikusé, és az a számunkra legérdekesebb adalék az életéből, hogy Kassán halt meg. Amit én azért is tartok fontosnak, mert az én apai fölmenőim kassaiak voltak, tehát meghívta őt egy magyar nemes ember a kastélyába, Lengyelországból, azt hiszem Krakkóban volt akkor Reticus, és eljött gyógyítani, és meghalt, tüdőgyulladást kapott, és meghalt Kassán. De csak úgy most megemlítettem, mert hát a mi mostani évfordulónk viszont
a 450. évedik születésnap, az pontosan február 15-én lesz, 4 nap múlva, akkor született 400 évvel előtte Galileo Galilei Pízában. És akkor elkezdem a cikkemet. Ez volt a címe, hogy Galilei a napfoltokról éppen 400 éve. A római akadémia, egyébként, bocsánat, én általában rögtönözni szoktam, és az talán kellemesebb a hallgatóknak, mert ugye dadogni is szoktam, szóval úgy kellemesebben, szórakoztatóban múlik az idő, de most kénytelen vagyok a saját szövegemet olvasni, de majd azért fogom itt-ott egy kis beszúrással tarkítani. A római Accademia dei Lincei, a hiúzók akadémiája, amelynek nevét az Olasz Tudományos Akadémia ma is viseli, 1613. márciusában adta ki Galilei napfoltokról írt könyvét. Historia e dimostrazione intorno alle macchie solari e loro accidenti. A napfoltok és változásaik története és bemutatása. Halkan megjegyzem, hogy az accidenti változásnak fordítottam, mert erről van szó, és nem pedig balesetek vagy accidensek. Fedőlapjára a hiúzos emblémát nyomtatták, most kellene a hiúz, itt van ez a gyönyörű szép, ez a hiúzok akadémiájának a címere, és a hiúz azért, mert az éles szemével felfedezi a dolgok lényegét. És először fordult elő az akadémia történetében, hogy ezt az emblémát rányomtatták egy könyvre. Egyébként az akadémia 1604-ben alakult, és 30-ig létezett, Tézi herceg haláláig. Ennek az eseménynek, mármint hogy a könyv megjelenésének, Federico Cesi, aki az akadémiát megalapította, egy nagyon gazdag umbriai család leszármazottja, aki előbb principe volt, aztán, vagyis herceg, aztán duca, ami talán nagy herceg, a pápa nevezte ki később. Fiatal ember volt, és nagyon szenvedélyesen érdeklődött a tudományok iránt, ahogy akkoriban a kor nemes emberei, a természettudományok iránt, gyorsan hozzáteszem. Persze, és amíg ő élt, addig ez az akadémia úgy, ahogy működött, most beszúrom már is, hogy például Vekerdi László idéz egy szerzőt, aki nagyon lehúzza ezt az egész akadémiát, meg a Cesi herceget, hogy milyen nevetséges dolog ez, hogy egy ilyen fiatal sznob, nemes ember alapít akadémiát, és akkor tudósokat hív össze, és a tudósoknak őt tisztelniük kell, mert bármennyire is fiatal, és semmi különöset nem tedd, de mégis, hát neki van pénze, és tőle függ sok minden, és ezért a tudósok nagyon hizelegnek neki. De hát ez csak egy szerző. A lényeg az, hogy ez a kedves fiatal ember ezt megcsinálta. És ez az akadémia, korabeli természettudósok gyülekezőhelye, nem voltak sokan, 4 alapították, de mégis a Cesi palotájában ülésezett, mondjuk csak évente egyszer, de az is valami, ez volt Olaszország első tudományos akadémiája. És ezt azért illik, hogy is mondjam, méltányolni mindenkinek, még ennek a gúnyos szerzőnek is illett volna. Na mindegy, az olaszok nagyon büszkék erre. És ma is úgy hívják, hogy Accademia Nazionale dei Lincei. Szóval ez a mai neve is, pedig közben megszűnt az akadémia a Cesi halála után, majd később újra alapították, és országos tudományos akadémia valamikor csak a múlt században lett. Tehát akkor a Cesi háza nincs ott valahol? Nem, ez nem. Na, itt van. Ezt most sikerült megtalálnom,
két évvel ezelőtt Rómában, mert előtte csak keresgéltem össze-vissza, mert a korábban én állandóan kerestem azokat a helyeket, ahol Galilei Rómában biztosan járt, és ezt akkor valahogy kihagytam, nem. És most megtaláltam, az Arany Álarcok utcájában van, közel a Tiberishez, hát most már nagyon körülépült, bár a többi ház se új, de hát azért nyilván itt volt előtte egy tér, mert ez egy nagyon szép, nagy barokk palota, és sehogy se lehetett jobban lefényképezni. Hát ez az a kapu, feltételezem, ahova ezek a tudós emberek és Galilei is bejártak. Hát aztán még annyit pletykálok, hogy a Csézi papája, de ezt is Vekerdi László leírja részletesen, hogy nagyon nem tetszett neki a fiának ez a tudóskodása, meg a társaság, ezek a ledér léha dolgok, és egy-két év múlva beszüntette ő ezt az akadémiát, és a Heck nevű, a Heckius latinosan, aki a legjobb barátja volt Csézinek, hercegnek, őt kiutasította Rómából, csak hogy a fia ne legyen többet ebben a léha és nagyon gyanús társaságban, mert még holmi homoszexuális legenda is keringett a Heckius körül, úgyhogy a papa kirúgta, de aztán később, mintha a Heckius mégiscsak visszatért volna. Egyébként a Heck aztán Prágába ment, és ott folytatta tovább. Hát hogyha Prágába ment, akkor viszont talán elképzelhető, hogy a Rudolf császár körül járkálhatott. Hát ennyi pletyka, visszatérek a szövegemhez. Tehát ennek az eseménynek, ennek a könyvnek, a napfoltokról írt könyvnek, az olasz tudománytörténetben olyan nagy jelentősége van, hogy az Accademia dei Lincei 2013. április 15-én egész napos emlékkonferenciát tartott olasz és külföldi napkutatók részvételével. Ez volt Galilei harmadik megjelent műve, és jelentőségét nem csak a benne lévő megállapításoknak és napfoltrajzoknak, hanem annak a forradalmi tettnek is köszönheti, hogy Galilei akár a vízben úszó testekről szóló értekezést nem latinul, ahogy akkor szokás volt, hanem olaszul írta, mert, mint padovai barátjának, Paolo Gualdónak írt levelében említette, köznyelven írtam, lo scritta vulgare, mert szükségem van rá, hogy mindenki el tudja olvasni. Csak első művét, a Sidereus Nuncius írta latinul, a többit mind olaszul. Így aztán nem lett belőle Galileus, ahogy Heckből Heckius, Hevelből Hevelius, és így tovább. Bár nem volt olyan rossz ez a latin irodalom, latin nyelvű irodalom, mert ez akkoriban olyan lehetett, ugye, mint most az angol, hogy valamire való tudós angolul publikál, mert akkor az egész világon terjeszteni tudja. Hát akkor a latin volt a nemzetközi nyelv. És nem is tudom, biztos ennek is megvan az oka, hogy a Sidereus Nuncius miért latinul írta, ami egyébként Velencében jelent meg, hogy ez miért latinul. Mert ugyanis ez a napfoltokról szóló könyv harmadik megjelent műve, írom én, de harmadik csillagászat, megjelent csillagászati műve. Mert a csillagászati művek előtt már megjelent két könyve vagy dolgozata, az egyik a mechanikáról, a másik az iránytűről, mértani iránytű és nem tudom még milyen iránytű, és aztán megjelent egy olyan dolgozata is, amit aztán csak posztumusz adtak ki valamikor 1650 körül. Tehát az igaz, hogy úgy harmadik mű ez, hogy csillagászati témájú mű. A Hiúzok Akadémiáját 1603-ban alapította az akkor 18 éves Federico Cesi, umbriai származású márki, később herceg, három barátjával együtt. Ma már csak kuriózum, hogy Cesi az alapítás napját szeptember 24-ére tette, mivel a négy Linceo egyike, Jan van Heck,
Azon a napon állította fel az akadémia horoszkópját a Merkur, a Szaturnusz és a Jupiter kedvező együttállása alapján. Az akadémia első, 1600, akkoriban ugye még azt mondják, hogy az asztronómia és az asztrológia eléggé összekeveredett, és maguk a nagy asztronomusok is csináltak ilyen horoszkópokat. Például, hát kellett is nekik a kenyéradogatáik számára, ugye Kepler is csinált ilyen horoszkópot Rudolf császárnak. Az akadémia első, 1605-ben még a Csézi címerrel megjelent kiadványának is Heckius volt a szerzője. Disputatio de nova stella. Értekezés az új csillagról. Na most ez az új csillag, ez a nova, ez tulajdonképpen a nova csillag, ami nem is nova, hanem supernova. De hogy lehet azt megkülönböztetni, ha egyszer latinul így is, ez is jelenti, meg azt is jelenti. Ezt a művet Prágában írt az előző év őszén, az Ophiuchusban felfedezett nóváról. Hát egyébként erről Kepler is írt. A céljuk az volt, hogy természettudományos kutatásokat, mármint az akadémiái, folytassanak, és a természet megfigyelése alapján jussanak el a teóriákig. Ők hozták létre Európa első természettudományos orientációjú akadémiáját, mivel előttük csak irodalmi akadémiák léteztek. A hiúz éles szeme a dolgok részleteinek és lényegének meglátását jelképezte. Ehhez az akkor nagyon modern felfogáshoz jött kapóra nekik Galilei a távcsövével és észleléseivel, és 1611-ben boldogan meghívták az akadémiába, ő pedig nyomban és boldogan be is lépett közéjük, nem csak a presztízs miatt, hanem azért is, mert Csézi kitűnő egyházi kapcsolatokkal rendelkezett, és Galileai bízhatott abban, hogy egyengeti majd az új tudomány, vagyis a kopernikuszi tudomány útját Rómában. Ami azért volt nagyon fontos, mert ott működött a cenzúra, ott mindent ott engedélyeztek, vagy tiltottak be, tehát maximálisan függtek a tudósok a Vatikántól. Ő lett, mármint Galilei, az akadémia hatodik és kétségkívül legnagyobb tekintélyű tagja. Attól kezdve mindig így írta alá a nevét. Galileo Galilei Linceo. Volt köztük olyan, aki a tudomány szervezésben is jeleskedett. Marcus Welser, az ötödik hiusz, tehát az alapítók közt az ötödik. Ez nem, igen, ez se. Ez se. Nincsen Welserünk, itt van. Welser. Hát, augsburgi bankár volt. A Fuggerek után a legnagyobb augsburgi bankár család tagja, művelt humanista és Augsburg polgármestere, aki a párizsi, majd a padovai egyetemen tanult és tudósokkal levelezett. Most aki véletlenül járt Augsburgban, az láthatja, hogy milyen nagy hely volt az valaha. És főleg azokban az időkben, amikor az ötvösök ott működtek, és aranyművesek, és ezüstművesek, és csinálták a gyönyörű szép ötvös munkákat és ékszereket, melyeknek egy jó részét a felvidékről vitték oda, ugye a Fuggerek vették meg, valamely, nem is tudom, Selmezbánya, Körmözbánya, ezeket a részeket megvették a Turzó családtól. És aztán ebből az ezüst nyersanyagból, azt hiszem ez a körmözbányai ezüst, ott Augsburgban csinálták a csodákat. Augsburg nagyon nagy hely volt, és hát azért Augsburg polgármesterének lenni nem kis dolog. De egyébként amikor a Welser márről itt szó van, ő már, és azért is tudóskodott, meg a kultúrával is azért foglalkozott, mert tulajdonképpen már az ő családjuk vagyona, a családjuk bankjai leszálló ágban voltak, egy kicsit úgy elszegényedtek már. És hát ő
Tehát a párizsi, majd a padovai egyetemen tanult, tudósokkal levelezett, kitűnően tudott el persze olaszul. Christoph Scheiner atya, az Ingolstadti Jezsuita Egyetem matematika professzora és héber nyelvtanára 1611. márciusában tanítványával, Johann Cizátusszal együtt megfigyelte a napfoltokat, és rajzokkal illusztrált megfigyeléseit három levélben, meg egy később írt kiegészítésben elküldte Welsernek. Ő pedig 1612. január 5-én Augsburgban, Scheiner neve nélkül, kiadta őket ezzel a címmel. Appellis latentis post tabulam tres epistolae de maculis solaribus. A tábla mögött rejtőző Appellis három levele a napfoltokról. Appellisről, az ókor legnagyobb görög festőjéről, aki Nagy Sándor udvari művésze volt, fennmaradt az a történet, hogy a festőállványa mögé bújva hallgatta ki a kép nézőinek véleményét. Gondolom, hogy ez a tabula, hát ez nyilván a festőállvány volt, vagy a maga a képe úgy letéve, hát nem tudom. Egy cipészmester azt mondta, vagyis egy ókori görög Schuster, azt mondta, hogy a képen látható figura sarúja rosszul van megfestve. Appellis előbújt az állvány mögül, és elismerte, hogy a mesternek igaza van, mire az felbátorodott, és a kép többi részét is ócsárolni kezdte. Erre a festő ráförmett. Azt, amit mondott, magyarul ez az ízes mondás őrzi. Csizmadíja, maradj meg a kaptafánál. Scheiner atyát még nem láthatjuk. Az Ingolstadti Jezsuita Egyetem. Igen, igen, itt van Scheiner atya, aki fiatalabb volt Galileinél. Amikor én úgy nézegettem mondjuk az ő képét, úgy néztem, hogy milyen érdekes kalpak van rajta. Aztán később rájöttem, hogy minden jezsuita ilyet hordott. Ez volt az ő jezsuita egyensapkájuk. Mindegyik, Bellarmino is, meg a többi, akit később láttam képeken, mindezt hordták, tehát egyensapka. Scheiner. De Scheiner atya vajon miért bújt Appellis mögé? Cizátus, a tanítványa, a napfoltokat megpillantva felkiáltott, tessék, ott van Cizátus, ott Google, és így nézi, vizsgálja a napot. Milyen vetítés, hogy mondják, refrakció ez, vagy nincs. Tessék, refraktor, igen. Na, és ott ül Scheiner atya. Ingolstadt a Duna partján van, egyszer meg kéne nézni, hát ha még megvan ez a jezsuita egyetem. Cizátus a napfoltokat megpillantva felkiáltott, hogy olyanok, mintha a nap könnyezne, vagy mintha piszokfoltok borítanák. Scheiner viszont csillagoknak hitte őket, de talán felmerült benne, hogy esetleg mégis a nap felszínén vannak, és ebben az esetben megdől az arisztotelészi tétel, mert a nap akkor nem makulátlan. Ilyen következtetést egy jezsuita csillagász nem csak hogy saját magának, de még az olvasójának sem engedhetett meg, vagyis veszélyes területre tévedt, és jobb volt ezt név nélkül tenni. Elvégre Giordano Brunot mindössze 11 évvel azelőtt égették el. Hát gondoljuk el, hogy ez milyen rövid idő, és milyen veszélyes dolgok voltak ezek. Hát katolikus körökben, a katolikus világban. A református világban gondolom, hogy sokkal kevésbé. És az a, csak hát ezt valaki biztos kutatta, vagy nem tudom, hogy vajon mennyivel járt előbbre a református felső oktatás azokban az időkben a katolikus felső oktatásnál. Olyan helyeken, ahol nem tiltották ezeket a tanokat. Nagyon érdekes lenne tudni. Welser azonnal elküldte a könyvet Keplernek és Galileinek. Kepler válaszát Köszler könyvéből ismerjük.
megírja, hogy 1607-ben már maga is látott foltokat a napon, melyeket tévesen a naptányér előtt áthaladó Merkurral azonosított. Most kikacsa, ez idézet, most kikacagta tévedését, majd idézett néhány beszámolót, melyek egészen Nagy Károly idejéig adnak hírt hasonló megfigyelésekről, végül pedig kifejtette, hogy megítélése szerint a nap lehűlt pontjain felhalmozódó salakról lehet szó. Zárójelben alvajárok, Makovec Benjamin fordítása. Kepler azt is megírta, hogy 1607. 5. hó 28-án a prágai házának zsindely teteje alatt véletlenül kialakult camera obscura egy nyiszlett bolha, majd pedig a fehér papírt hátrátéve egy kicsinyke egér nagyságú foltot mutatott a naptányéron. Rohant a hírrel II. Rudolf császárhoz, és 1609-ben Mercurius in Sole, a Merkur a napban, címmel publikálta is a felfedezését. Aztán 1610 közepén kezdte vizsgálni a napfoltokat, és úgy látta, hogy a mi felhőinkhez hasonló anyagból vannak. Galilei hónapokig nem válaszolt Welsernek, részben azért, mert beteg volt, mint gyakran. Nagyon beteges volt, de nem feltétlenül igaz az, Tössler ebben is elég rossz indulatú vele, hogy nem válaszolt a levelekre. Sokat nyomta az ágyat mindenféle izületi meg egyéb problémákkal. És akkor már nem volt olyan fiatal. Végül is 64-től 64-36, hát akkor még csak 48 éves volt. Hát ez már akkoriban nagykornak számított, úgyhogy beteg ember volt. De részben azért, mert beteg volt, részben azért, mert óvakodott még nyilatkozni a kérdésről. Később 3 levélben válaszolt Welsernek, és Welser ezeket is azonnal ki akarta adni, de Galilei ragaszkodott ahhoz, hogy a levelei Itáliában jelenjenek meg, így aztán Federico Chiesi vállalta 1400 példány kiadását a saját költségére. Tehát akkor mégiscsak jó volt ez a fiatal nemes ember, hogyha ilyen dolgokat tudott finanszírozni. Az egyébként az én nem sűrű olvasmányaim között lépten nyomon azt látom, hogy a kor nagy tudósai mind valamilyen mecénás udvarában dolgoztak, mert különben nem tudtak volna kutatni, hogyha nem tartják el őket, és nem fedezik a kutatásaikat. Tehát ott tartottam, hogy saját költségére. Az egyházi cenzúra miatt azonban csak márciusban sikerült kinyomtatni az első 700 példányt 140 oldal terjedelemben, a második 700-at valamivel később, de azokban már Apelles 3 levele és a kiegészítés is bekerült. E 700 példány németországi terjesztését Welser letiltotta. Nem tudom, hogy miért, hát erről nem találtam semmit, hogy miért tiltotta le, de ez mit is mondtam, ez 1613, ugye? A következő évben Welser meg is halt. Ennyit arról, hogy ennyit az életről, ugye, hogy küzdött, ezt csinált, azt csinált, finanszírozott, letiltott, és aztán hirtelen mindennek vége, egy év múlva rá, nincs tovább. Galilei 1612, 5. hó, május 4-én kelt első levelében, azt állítja ezek a levelek, amelyek a Napfoltokról című mű fejezetei. Hogy ő azt állítja, hogy ő 18 hónappal azelőtt figyelte meg a napfoltokat, vagyis 1610. októberében, tehát 5-6 hónappal Scheiner előtt. Ez viszályt szült köztük, mert Scheiner nem volt hajlandó elismerni, hogy nem ő volt az első. Tössler szerint Galilei nem tudta bizonyítani az igazát,
Bár ennek ellentmond az, hogy a fent maradt dokumentumok szerint még Padovában 1610-ben figyelt fel a napfelszín szabálytalanságaira, és Jezsui és barátainak, meg a római kollégium jezsuita matematikusainak említette is ezt. Ludovico Cigoli, firencei festőnek pedig ezt írta 1611. október 1-én. A nap úgy tűnik fel, a saját tengelye körül forog, és ezt foltjainak változásaiból lehet látni. Scheiner viszont mindvégig ezek a galilei. Igen, ugye? Animációk. Aha. Gyorsított felvétel. Aha. Rengeteg ilyet csinált. Volt Rómában valamelyik évfordulón néhány éve egy nagy kiállítás. Azt hiszem, hogy 2011-ben, vagy 10-ben, ahol rengeteg rajzát lehetett látni. Például abban a Tudományos Akadémia könyvtárában és a Képviselőház könyvtárában, amely képviselőház a domonkosok hajdani kolostorában van. Ez is Galilei. Az 1611. augusztus, ugye? 19-20-21-én. Tehát, hogy a foltjainak változásaiból lehet látni, hogy a nap úgy látszik, a saját tengelye körül forog. Scheiner viszont mindvégig így Rosa Ursina szíve szól, az Orsini rózsa, vagyis a nap című főművében is, 1630 Róma, ragaszkodott ahhoz, hogy ő volt az első, bár azt már elismerte, hogy a napfoltok nem csillagok. Ez a Rosa Ursina, törtem a fejem, hogy mit jelenthet ez, de aztán rájöttem, de nem volt olyan nagyon nehéz, hogy ez az Orsini, tehát az Orsini rózsa, az latinul Rosa Ursina, az az Orsini rózsa, mert akkor éppen Scheiner atyának a mecénása az Orsini herceg volt Rómában, mert ő átkerült Rómába később Ingolstadtból, és jó ideig ott volt. Tehát 1630-ban jelent meg ez a Rosa Ursina szíve szól. Ragaszkodott ahhoz, hogy ő volt az első, azt már elismerte, hogy a napfoltok nem csillagok. Egy másik művében, amely 1651-ben jelent meg, egy évvel a halála után, plágiummal is megvádolta Galileit. Prodromus pro sole mobili et terra stabili contra academicum Galileum a Galileis. Előjáró, amit így fordítottam le, hogy előjáró beszéd a mozgó napról, és az egy helyben álló földről Galileo Galilei akadémikus ellenében. Tehát párbeszéd a, micsoda? Előjáró beszéd a mozgó napról, és az egy helyben álló földről Galileo Galilei akadémikus ellenében. De Galileit ez már nem bőszíthette fel, mert rég nem élt. Két tudós párbaja a halálon is túl. Akárhogy is, az első észlelés dicsősége néhány hónap múlt, és ez természetes volt, hiszen az első távcső megjelenése után lázas távcső fabrikálás kezdődött el Európa szerte, és a távcsövek nem csak Ingolstadtban és Padovában, hanem Prágában, Londonban, Osztelben, és még ki tudja hol, a nap felé fordultak. Scheiner és Galilei versengésében az a tragikomikus, hogy miközben Welseren keresztül az elsőségért küzdöttek, egyikük sem tudott arról, hogy előttük már Kepleren kívül ketten is megfigyelték a napfoltokat,
és nem tartották őket csillagrajoknak, mint Scheiner és a jezsuita csillagászok. Először is a viszontagságos életű Thomas Herriot, Oxfordban tanult angol matematikus és csillagász, aki Thomas Herriot, akit én nagyon nagyra tartok, és sajnálom, hogy nem tudok jól angolul, sőt, inkább rosszul, mint jól, mert akkor foglalkoznék vele. Nagyon érdekel az egész figura, de Angliában sokan vannak, akik az ő rajongói, és Herriotnek hívják őket. Csillagászok, tudósok, akik rendszeresen, mit tudom én, összejönnek, és járnak az emlékhelyekre, és ilyen szenvedélyes Herriot rajongók. Most akkor itt folytatom, hogy a viszontagságos életű Thomas Herriot, Oxfordban tanult angol matematikus és csillagász, aki 1609 és 13 közt mecénása Henry Percy London melletti Sion vagy Sion House nevű kastélyának parkjából távcsöves megfigyeléseket végzett hatszoros nagyítású holland távcsövével. Ugye ez az? Ez az, igen. Valamelyik toronyban gyűltek össze maga Percy, a Northumberland 9. earlje, és az általa oda hívott tudósok, ugyanúgy, mint a Chasey, ugye ő is oda maga köré gyűjtötte a tudósokat, eltartotta őket, ott laktak, ott lakott Herriot. Nem a kastélyban, azt hiszem, hanem ez egy nagyon nagy terület, és mellette valamelyik épületben lakott, és ott csillagot vizsgáltak, és Herriot onnan figyelte meg a napot, észlelte a napot és a holdat, és ott dolgozgatott. Most jelenleg ez a Sion House, vagy Sion House, nem tudom, hogy kell mondani. Közel van egyébként Londonhoz, egy egynapos kirándulással úgy gondolom ki lehet oda menni. Egy nagyon nagy botanikus kert van. Ja, és még mindig a család tulajdonában van. Találtam egy riportot a Google-on, a fiatal Percy Earl mondja, hogy nagyon szívesen látják a látogatókat. És érdekes módon még egy kicsit, mintha hasonlítana is a őséhez, mármint hogy Henry Percyhez. Távcsöves megfigyelő hatszoros nagyítású holland távcsövével. 1609-ben készített holdrajzai is megelőzik Galileit, 4 hónappal. Hold térképe 1609. július 26-án készült el, a napfoltokat pedig 1610. decemberében észlelte, elsőként a világon. Keplerrel és másokkal levelezett, de sajnos nem publikálta észleléseit, talán a pár évvel később halálosra fordult betegsége miatt, ugyanis rákja lett, 1613-ban jelentkezett az orra belül, és aztán 8 év múlva meg is halt. Napfolt észlelései csak a 18. században váltak ismerté, mondta nekem Görgei Zoltán. Így van? Vagy a napfolt. A holdrajzok. Ja? Azok a 60-as? 1960. Akkor ezt máshonnan szedtem, hogy napfolt észlelései csak a 18. században váltak ismerté. Sikerül húznom az időt, nem megy le ez olyan nagyon gyorsan, mint ahogy féltem. Hát nagyon, nagyon törtem a fejem azon, hogy mi történhetett, hogy nem publikálta. Hát a Keplernek megírta. És volt egy barátja, ezt bele is írtam itt a cikkbe, hogy egy tudós,
egy angol tudós, Sir William Lauer, csillagász, aki barátja volt, ő valamelyik angliai egyetem professzora volt, ez a Sir William Lauer, buzdította, hogy közölje ezt a napészlelést, hogy publikálja, de ő nem hallgatott rá, ő viszont már más kutatásokba merült. Tehát azt lehetett tudni, hogy egyrészt őt nem is érdekelte ez, hogy nem, megvan a felfedezés, megírta a kollégáknak, és a többi nem érdekelte. De ez azért nem egészen van így, mert ez nem elég életszerű, hiszen a tudósok általában nagyon hiúk, ugye, és egy ilyen felfedezést nem publikálni. Úgyhogy én nem nyugodtam, és hozattam egy könyvet, annak ellenére, hogy nem tudok angolul, hozattam egy könyvet Amerikából, valaki megrendelte. Az egyik, nem, nincs róla sok mű, de az egyik ilyen életrajz, Harriet-ről itt van, és hát ez egy kicsit olyan nagyon ismeret, Ralph Steiger, kicsit olyan nagyon népszerűsítő, szóval nem, de legalább meg lehet érteni, aki tud angolul. És ebben is tárgyalja azt, hogy miért nem publikálta. És azt írja, hogy Keplernek írt levelében említette, hogy Angliában nem lehet mindent megírni. És ő ezt azért nem írta meg. Mert veszélyes dolog az igazságot megírni, és még valami olyasmit is, mintha olyasmire is utalt volna, hogy hát ez bizony életveszélyes dolog megírni az igazat. Ez teljesen, ez nagyon érdekes, mert ugye Angliában, hát ők anglikánok voltak, és de viszont Skóciában nem, ott a, ugye a katolikus vallás ment tovább, a Stuart Mária is katolikus volt, és a fia, aki első Jakab királyként került Erzsébet után a trónra, ő ugyan áttért az anglikán hitre, de azért csak ott maradt benne talán a buzgó katolikus. És szóval én nem tudom, ez egy nagy téma. Ennek érdemesen utána járni, hogy miért volt veszélyes megírni az igazat, miért csak Galileinek volt veszélyes Itáliában védenie Kopernikuszt. Hát ezt majd olyan valaki keresse meg, kutassa föl, aki jól tud angolul, sajnos én erre nem vagyok alkalmas. De ez a Harriet, ha már itt tartok, és most róla beszélek, ez egy fantasztikus figura volt, mert amikor Oxfordban született, elvégezte az egyetemet matematikusként, majd nem sokkal, 25 éves korában Sir Walter Raleigh Amerika felfedező útján részt vett, szerződött, szóval elment vele a hajón, és mindenféle, mert eredetileg matematikára tanította a Sir Walter Raleigh-t, azt hiszem, hogy ez így volt, és akkor elvitte magával Amerikába, és ő ott mindenféléket csinált, tengerészeti méréseket, úttervezést, majd pedig egy bizonyos szigetre eljutottak, és ott az indiánok, mindjárt mondom, Roanoke szigetre mentek 1585-ben az Eldorádót keresni, a királynő támogatásával. És akkor ő ott matematikai méréseket végzett, a Harriet, de az amerikai, az ottani Roanoke-i benszülöttek a Vankéze és Manteo nyelvét tanulmányozta és szokásait. Majd írt egy nyelvtant is a nyelvükről, vagy szótárt. Minden esetre megalkotott egy olyan fonetikus ABC-t, amin ezt a nyelvet le lehet írni. És ezután a Sir Walter Raleigh utazás után került a 9. Northumberland-i Earl-höz, Percyhez.
Henri Percyhez. Ő az Algonquin nyelvet írta le, így hívják ezt a nyelvet ott, és 1588-ban publikálta a benszülöttekről szerzett tapasztalatait, tehát ilyen néprajzos kutatóként. A Walter Rölli-től egyébként feljegyeztem, aki 1552-től 1618 október 29-éig élt, ezt onnan lehet tudni, mert aznap lefejezték, hogy háromszor ült börtönben. Először azért, mert titokban feleségül vette az Erzsébet királynő egyik udvarhölgyét. És erről eszembe jutott a film, amit az annyi film, amit Erzsébet királynőről ugye vetítettek, hogy nem szerette, hogyha így az udvarhölgyeit elveszik feleségül. Esetleg azok a férfiak, akik neki tetszettek, mondjuk. Ez volt egy ilyen másik is, a nagy barátja, most nem jut eszembe a neve. Szóval akkor aztán még egyszer ült börtönben a Francis Drake, de amikor kiszabadult már az első Jakab alatt, akkor újra elment felfedező útra Amerikába, meggyőzte a királyt mégiscsak, hogy finanszírozza ezt az utat, majd ott egy spanyol hajót kirabolt, vagy mégis ölette talán a matrózokat, nem tudom, és akkor amikor visszament Angliába, akkor lecsukták és lefejezték, hogy a spanyoloknak gesztust tegyenek, hogy hát ők így bánnak el ezekkel a csúnya kalózokkal. Tehát ezt csak azért említem, mert a Harriot viszontagsághoz, életéhez az is hozzátartozik, hogy az egyik két nagy jótevője volt, ugye a Walter Rölli, őt kivégezték, és a másik, a Henry Percynek a nagybátyja, a Thomas Percy pedig, aki talán még nagyobb úr volt, még nagyobb earl volt, mint a Henry Percy. Ő pedig részt vett a puskaporos összeesküvésben, a Gunpowder Plotban 1605-ben, és akkor hát az nem akarom, ez már nem semmi köze a csillagászathoz, de elfecsegem, hogy ez egy fantasztikus dolog volt, mert kibéreltek egy házat az akkori angol parlament mellett, ami nem az, mint a mostani, kibéreltek egy házat, nemesek, és tele tömték löporral. És várták, hogy jöjjön a Jakab király, az első Jakab, és akkor fölrobbantják. De ezt valaki besúgta őket, és lecsaptak rájuk, és menekültek ezek az urak, és a Thomas Percy pedig menekülés közben valahol elfogták vidéken, és így csak lefejezték, megölték, kivégezték, de nem akasztották föl, vagy nem fejezték be, szóval nem a legborzalmasabb halála volt. És akkor a Henry Percyt is becsukták, sőt, még Harriotot is. Tehát Harriot is egy ideig börtönben volt, de aztán kiengedték onnan. Azért gondoljuk csak el, hogy milyen dolog ez, hogy a két nagy jótevőjét mind a kettőt kivégzik. Milyen élet volt ez akkor. Mindenfélétvel foglalkozott egyébként, például balisztikával, meg mindenféle ilyen matematikai számításokkal. Körbeadom a könyvet, hogyha esetleg akarnak egy kicsit belenézni. Alkímiával, specific gravity, hát ez nem tudom, speciális gravitáció? Szóval a különböző anyagoknak milyen a gravitációja, ha jól értem, de tessék, parancsolni. Szóval Harriottal érdemes foglalkozni. De visszatérek Galileihez. Tehát, hogy a Harriott nap és holdrajzai megelőzik Galileit. Johannes Fabricius viszont, igen, Johannes Fabricius, aki 1587-től 1617-ig élt, vagyis 13, mert pontosan 30 éves koráig élt, hát ő nem úgy néz ki itt, mint egy 30 éves ember. De ott van, hogy Johannes Fabricius, de lehet, hogy ez valami tévedése. Az apját Dávidnak hívták.
Az apja egykorú volt Galileivel. Az apja Dávid 1564-ben született, és lelkész volt az oszteli templomban. Református, vagy evangélikus lelkész. Ez az oszteli templom, milyen szép körülötte a temető. És csillagászkodott, és a fia vele együtt. És ketten figyelték a napot, meg még ki tudja mit, és a fia, Johannes, publikálta a napfoltokról szóló első művet, a Maculis in sole observatis, et apparente earum cum sole conversione narratio. A napon megfigyelt foltok és a nappal történő látszólagos forgásuk leírása. Című 21 oldalas értekezést. 1611. júniusban jelent meg Wittenbergben. Tehát 24 éves korában publikálta ezt a művet, és ő volt az első. Az az érdekes, hogy én azt írtam a cikkemben, hogy holland, de most rájöttem, hogy német. De viszont, mert most meg úgy találtam meg, hogy német. És Osztel, ez az Osztel Észak-Szászországban van, viszonylag közel már a tengerhez, de nem a tengerparton. De viszont egy másik helyen meg azt láttam, hogy mind a ketten német a földiek voltak. Szóval ez a hátrány, hogyha az ember sokat az interneten keresgél, hogy ilyen adateltolódások vannak. Ezt úgy hívják, hogy Warnfried-kirche. Warnfried-kirche tornyából figyelték az eget. Az érdekes történet kapcsolódik hozzájuk, hogy az édesapja, mint lelkész, ebben a templomban prédikált, és mert ugye ennek a templomnak volt a lelkésze, és egyszer kiprédikált egy gonosztevőt a disznóságaiért, és a nem mise, hanem hogy mondják, nem tudom, a reformátusok ne, hogy mondják, vagy ebben. Tessék, Isten, az Isten tiszteleten kiprédikált egy embert, aki ezután oda rohant hozzá, fejbe vágta, és meghalt a Dávid Fabricius. Így halt meg. És ugyancsak az az érdekes, hogy 1617-ben halt meg ő is, meg a fia is. Az adataim szerint. Hát ez is egy külön regény. Na, most láttuk a Fabriciusokat, a fiatalt is láttuk. A fiatal, igen, a Johannes, jó. Igen, köszönöm. Johannes Hevelius, a korszak másik híres napkutatója, csak később csatlakozott a sorhoz, és az, mivel 1611-ben született. Tehát ő még nem. Pedig küldtem neked tegnap este még. Még nagyon, nem mindegy, hát egy, ez pedig egy szép kép. Ott van, igen. Tehát ő. Hát ő egy ilyen barokk, mint egy barokk főpap, úgy nézik ki. Vagy herceg. Minden esetre azt mondják, hogy ez ő. Tehát ő később. Galilei az Apelles levelekre írt első válaszában Scheinernek azt az állítását is száfolja, hogy a napfoltok kis csillagok. Kijelenti, hogy a napfoltok nem csillagok, mert nincs mindig gömb alakjuk, és szét is oszlanak. Ezért aztán gőzök, párák vagy felhők. A nap felszínén vagy a fölött. Az, hogy a naptányéron vándorolnak, és a tányér szélénél elkeskenyednek, annak jele, hogy a nappal együtt forognak. Felteszi a kérdést, hogy ha a nap piszkos és foltos, azt miért nem mondhatnánk meg? A neveknek és a jelzőknek kell a dolgok lényegéhez igazodniuk, nem pedig a lényegnek a nevekhez, mert előbb voltak a dolgok és aztán a nevek. Második levelében 1612. 8. hó 14.
részletesen ismerteti a napfoltok megfigyelésének és lerajzolásának módszerét, melyet tanítványa a bencés Benedetto Castelli matematikus dolgozott ki. Azt hiszem, én nem küldtem, most küldtem a Castelliről, igen, dolgozott ki. Homorú üvegtől 4-5 tenyérre, körülbelül 18 cm-es toszkán tenyér, elhelyezett fehér lapra történő kivetítés, és minél messzebbre tesszük a lapot a lencsétől, annál nagyobb lesz a kép. Ezzel a módszerrel elkerülhető a szem károsodása, írja ő. Galilei ebben a levélben utal arra, hogy szabad szemmel is vizsgálta a napot, olykor napokon át. Vajon későbbi szembetegségének, élete utolsó 3 évére teljesen megvakult, nem ezek a szabad szemes megfigyelések voltak az első előidézői. Galilei Keplernek is, akivel a Jupiter holdak felfedezése óta nem levelezett, odaszúr néhányat, és megemlíti a Merkurral kapcsolatos tévedését, meg azt, hogy 807. április 16-án sok szemtanú szerint kis napfolt volt látható 8 napon át, amit szintén a nap elé került Merkurnak hittek, de ez nagyon nagy tévedés, mert a Merkur átvonulás 7 óránál nem tarthat tovább, mondja Galilei. Feljegyezték, hogy Scheiner eleinte azért is tagadta a napfoltok létezését, mert a kiadás engedélyezéséért cserébe megígérte Theodorus Buzeus rendfőnöknek, hogy megvédi az égitestek romolhatatlanságának elvét. Ezzel az elvvel Galilei vitatkozni akart második levelében, de aztán kihúzta a bekezdést, talán mert rájött, hogy jobb, ha ez nem kerül nyomdába. Scheiner viszont a második levelében már arról írt, hogy a napfoltok nem annyira a csillagokhoz, mint inkább Jupiter társaihoz hasonlítanak. Ő a Medici csillagokat hívta így, nyilván azért, mert nem akarta átvenni Galilei elnevezését. Különben is Ingolstadt messze volt Firencétől, az augsburgi bankárhoz viszont közel. Az 5. Jupiter holdat, amit felfedezett, vagy felfedezni vélt, Welserről nevezte el. Ez a Welsernek dedikálta, hát ez azt jelenti, hogy róla nevezte el. Hát ugye kiki a maga mecénásának. Közölte továbbá, hogy geometriai módszerrel bebizonyította, a Vénusz valóban a nap felé tart, vagyis a napot kerüli meg. Galilei 3. levelében, 1612. december 1-je, így reagált erre. Ez a bizonyítás nem elég ahhoz, hogy a kételkedőket meggyőzze, de az ő általa majdnem 2 évvel ezelőtt kidolgozott módszerrel tökéletesen bizonyítható a Vénusz nap körüli keringése. Galilei ebben a levélben nyíltan utal a heliocentrikus rendszerre. A csillagászat tudománya sok művelőjének csak meg kellett volna értenie, hogy mit ír Kopernikus a revolúciónészében, már is megbizonyosodott volna a Vénusz nap körüli keringéséről és rendszere többi részének igazságáról. Itt volt egy problémám fordítás közben, mert hogy csak meg kellett volna értenie, lehet, hogy itt azt mondja, hogy csak meg kellett volna tudnia, vagyis értesülnie kellett volna arról, hogy mit írt Kopernikus, mert a szó, az ige, amit használ, az teljesen két jelentésű. És valószínűnek tartom, hogy azt írja inkább, hogy csak meg kellett volna tudnia, hogy mit írt Kopernikus, mert miért ne értették volna meg? Nyilván nem olvasták, mert nem terjedt a mű, és azért írja Galilei így. Bár első levelében is említette Kopernikus rendszerét, vagyis azt, hogy minden bolygó a nap körül kering, de ebben a fél évvel későbbi 3. levélben írja le először, ráadásul olaszul, hogy a kopernikusi rendszer egészében igaz. Ebben a levélben Galilei a Jupiter 5. holdjának kérdésében is lesöpri Schneidert. Az 5., amit Apelles megnevez, biztosan egy álló csillag volt.
mert nem létezhetett olyan távcső, amely egy ötödiket is megmutatott volna. Galilei három levelének egyéb részletei magyarul Vekerdi László Ígér Galilei című könyvében olvashatók. Hát egyébként Vekerdi László, ugye tudjuk, aki látta, olvasta, hogy milyen borzasztó részletesen ír Galileiről. Néha olyannyira, hogy az ember elvész a részletekben, de ez nem Isten ments, hogy én ezt bírálatként mondjam, mert csak hát szóval nagyon nehéz követni a részletessége miatt, de hogyha az ember mondjuk egy részletproblémát keres, akkor ott aztán igazán úgy gondolom, hogy megtalálja a műben. Egyébként nekem nagy segítségemre volt, és hadd mondjam itt el, hogy kicsoda, az újabb olasz nyelvű irodalomban. Hát ugye az már nem új, a Stillman Drake, nagy galilei kutató, 1992 óta van meg olaszul, és én azt úgy olvastam, és akiről beszélek, és aki sokat segített, Egidio Festa, 2007-ben jelent meg. Ő mérnök csillagász, az Orsay-i Magfizikai Intézet mérnöke volt, vagy van, és Galileiről írt meg egyéb ismeretterjesztő műveket. Hát és a Zsej Moná is olvasható, ugye? Abban is nagyon sok részlet van. Szerintem az nagyon jó könyv. De hát ez Stillman Drake, illetve nem, az Egidio Festa nekem sokat segített. Tehát leírja, hogy a olaszul, hogy a kopernikuszi rendszer egészében igaz. És lesöpli Scheinert, hogy nem láthatott ő egy ötödik holdat. És Vekerdi László, ezt már mondtam. A levelek három legfontosabb állítása Scheinerrel szemben. A napfoltok nem csillagok, hanem a nap felszínén vannak, a nappal együtt forognak. Tehát a napnak tengelyforgása van. Kopernikus heliocentrikus rendszere teljes egészében igaz. Súlyos állítások voltak ezek akkor és Itáliában, és nagyon figyelemre méltó, hogy az egyházi cenzúra, talán Csézi herceg kedvéért is, átengedte a könyvet. Sőt, nagy sikere volt. Többek közt a későbbi 8. Orbán pápa, Maffeo Barberini bírboros is gratulált hozzá. Kopernikus tanait akkor még korlátok közt tudta tartani a katolikus egyház, mivel az az előszó, amely az égi pályák körforgásairól elé Kopernikus és Retikus akaratán és tudtán kívül oda került a nyomdában, hipotézisnek minősítette a művet, és ezzel kétessé tette Kopernikus igazát. Így aztán az egyház több mint 60 éven át Galilei felbukkanásáig matematikai hipotézisnek tekinthette az elméletét. Ezt nem olvastam máshol, ezt én következtettem így ki, hogy ezért volt olyan fontos, hogy matematikai hipotézis legyen, mert akkor az egyház jóvá tudja hagyni. Mihelyt olyan igazság, ami távolhatatlan és tény, akkor már ellentétben van a Szentírással, és az akkor nem Istentől való dolog. Mert volt itt egy történet, és én ezt hol értem, hol nem, hogy az volt az egész konfliktusnak a lényege, hogy Józsué megállította a napot. és akkor ez volt az a pont, amit ugye az új tudomány alapján nem lehetett elfogadni, hogy az nem áll meg csak úgy az a nap. És tulajdonképpen itt nem a tudományról volt szó, hanem arról, hogy az eredmények nem felelnek meg a Szentírás minden tételének, minden mondatának. Márpedig azok vitathatatlanok. Tehát aki azt állítja, hogy azok vitathatók, vagy hogy azok nem teljesen igazak, az hát az eretnek. És különösen abban az esetben az, hogyha egyházi ember, mert mondjuk egy világi embert azért ezért magán elégetni azért nem nagyon lehetett.
talán. De például a Giordano Brunónak azért kellett meghalnia, mert szerzetesként mondott szörnyűséges dolgokat, az egyház szempontjából szörnyűséges dolgokat. Zörnyen eletnek tanokat vallott, például ugye, hogy többféle világ van, most úgy hirtelen ez jut eszembe, vagy többféle, több univerzum van egyszerre, stb. Stb. De egy szerzetes ilyet nem taníthat, nem mondhat. Ezért kellett meghalnia. Hát Galileit úgy intézték el, ahogy elintézték, de hát nem volt arról szó, hogy mágiára küldik. Minden esetre, amikor én olvasgattam a Galileiről sokat, egy pár éve, akkor találtam ezt ugye, hogy a Bellarmino bíboros, az egyház nagy embere, nagy teoretikusa, aki a tridenti zsinattal kapcsolatban nagyon nagy könyvet írt. Tehát tulajdonképpen ő fogalmazta meg az egyház tanait, és hogy mit kell követni. Szóval ő volt a nagy ideológus. Bellarmino bíboros, aki nagyon alacsony termetű volt, és azért úgy hívták, hogy a világ legkisebb nagy embere. És szenté avatták, de azt hiszem csak a 20. században, de ebben nem vagyok biztos. És én megnéztem a sírját, ott van a Szent Ignác templomban, Rómában, ilyen nyitott koporsó, persze a fejét, a csontváz van ott letakarva, és a fején pedig valami fémből készült ilyen maszk. Szóval a Bellarmino nem akarta bántani a Galileit, és gondolom, hogy eszébe se jutott volna, hogy meg ilyen elégesse. És hát szinte könyörgött neki, hogy hát matematikai hipotézis, hogy úgy tanítsa, hogy kérem szépen, itt arról van szó, hogy lehet, hogy ebben a Kopernikuszban van valami, de ez csak egy matematikai hipotézis. És hogyha ezt elismeri, vagy a Galilei így tanítja, így írja le, akkor minden teljesen rendben van. És nem tudta meggyőzni Galileit erről, hogy ez, szóval a Galilei ezt nem fogadta el, ezt a kompromisszumot. És akkor nem értettem ezt a matematikai hipotézis. Szóval, hogy most ez hogy jön elő, hogy matematikai hipotézis, és hogy a Bellarmino ezt miért mondogatja. Egyébként a Bellarmino is foglalkozott csillagászattal, és tanított is fiatal korában csillagászatot. De nem volt, abszolút képzett ember volt. És tetszett is neki a kopernikuszi koncepció, más jezsuitákkal szemben, matematikusokkal szemben, akik ellenálltak. Ugye többnyire, amennyit én tudom, a római kollégium matematikus professzorai úgy hidalták át a problémákat, hogy a Tycho Brahe-i modellt követték. A Ptolemaiosit azon már túl voltak. De a Tycho Brahe az megfelelt. És hát magukban, hogy mit gondoltak, az más kérdés, mert megnyilvánulni úgy sem mertek volna. És szóval, hát ez a matematikai hipotézis. És most, hogy olvastam, most tavaly, amit nem tudtam eddig, hogy a Kopernikusznak az égi pályák körforgásairól című műve úgy jelent meg, hogy ugye ő akkor már nagyon beteg volt, 1543-ban jelent meg, és akkor a Reticus ment a nyomdába, és csináltatta, és hát a Reticus nagyon oda volt érte. És akkor a Reticus tudtán kívül valaki beleírta az előszóba, hogy ez egy matematikai hipotézis. Hát ez egy olyan aljas csel volt, ez mindent megmagyaráz. Hát ez egész biztos, hogy megfelelő helyről, hát csak is a Vatikánból mehetett oda ez az utasítás, hogy ezt írják bele. És akkor már még most értettem meg, hogy miért mondogatja a Bellarmino ezt a matematikai hipotézist. Szóval, ez egy kis összeesküvés volt. Nem tudom, hogy Kopernikus tudta ezt egyáltalán, mert ugye a halálos ágyán mutatta meg neki az első példányt a Reticus. Ugye, Attila? Legenda szerint. Hogy ezt egyáltalán tudta-e már, hogy mi történt? Tehát akkor még egyszer ott ezt, hogy,
hogy a 8. Orbán pápa is gratulált ehhez a napfoltokról írt könyvhöz, pedig benne volt a Kopernikus rendszerének az igenlése. Kopernikus tanait akkor még korlátok közt tudta tartani a katolikus egyház, mivel az az előszó, amely az égi párják körforgásai elé Kopernikus és Retikus akaratán és tudtán kívül oda került a nyomdában, hipotézisnek minősítette a művet, és ezzel kétessé tette Kopernikus igazát, így aztán az egyház több mint 60 éven át Galilei felbukkanásáig matematikai hipotézisnek tekintette az elméletét. Tehát éppen Galilei volt az, aki ezt a botrányt kiváltotta azzal, hogy elkezdte a Kopernikuszt hirdetni. A nagy konfliktus csak néhány hónap múlva kezdődött, amikor Galilei lotaringiai Krisztina nagyhercegnőnek azt írta egy értekezésben, lotaringiai Krisztina volt második Cosimo de Medici mamája, egy fiatal, érdektelen, gyenge ember volt a firenzei nagyherceg, és a mamája, lotaringiai Krisztina tartotta a kezében az egész firenzei birodalmat, és hiper-szuper vallásos és katolikus és egyház közeli nő volt. És a lotaringiai Krisztina azt írta a nának, nagyhercegnőnek, azt írta egy értekezésben Galilei, hogy a kopernikusi rendszer nincs ellentétben a Szentírással. Tehát ekkor kezdődött el a botrány, az igazi botrány. Vagyis értelmezni merészelte a Szentírást. Pedig arra csak az egyháznak volt joga. Ugyanis például a tridenti zsinat, ami a reformáció óriási fellángolása ellenében szövetkező főpapok gyülekezete volt, 1545-től 1563-ig üléseztek a tridentben a bíborosok, a tridenti zsinat betiltotta kifejezetten a Szentírás magyarázatát mások számára, arra csak is az egyház által feljogosított egyházvezetők voltak alkalmasak, hitelesek. És aki ezt megszegte, az mehetett a mágiára. Ezt a tridenti zsinat határozta így el, és döntötte így el. Ez nem volt vicc, mert hiszen, ezt én már ugye elmondtam itt pár éve, meg megírtam a Galileiről, ugye, itt egy szörnyű pillanatban lépett a galilei színre, akkor, amikor Itália már szinte fél Európát elvesztette, és már Itália is veszélyben volt, mert már a reformáció úgy elterjedt, éppen azért, mert Husz János, ugye, meg Luther elkezdték, lefordította a Bibliát Luther, lemerte fordítani a német nép nyelvére. És Husz is azt hiszem lefordította a csennyeldre, igen. És úgy prédikáltak, és magyarázták, hogy itt erről van szó, itt arról, és értelmezték. És ebből alakult ki a reformáció. És ezt a katolikus egyház nem tűrhette, mert ha ez tovább folytatódik, akkor Itáliát is elvesztik. Hát ezt meg kellett tiltani. Szóval én szerintem itt semmiféle ilyen tudományos nem volt Galilei körül, hanem pusztán ez, hogy nem szabad értelmezni a Szentírást. De Galilei viszont lehet, hogy igaza volt, neki ezt kellett csinálnia. És nem csak, hogy igaza volt, hanem nagyon, ha azt mondom, hogy hiú, az már nem jó, már nem mondtam róla jót, de szóval adott magára, hát ő büszke volt a kutatásaira, az eredményeire, és azokért kiállt. Neki az volt a feladata, hogy ő a tudomány embere, az ész és a tárgyi bizonyítékok embere, ezekért harcoljon. Akármilyen áron. Hát aztán meg is fizette az árat. Na most Galilei. Tehát vagyis értelmezni merészelte a Szentírást, pedig arra csak az egyháznak volt joga. Utána is addig bizonygatta Kopernikus igazát, amíg el nem hallgattatták. Kopernikus pedig, de csak ekkor, 1616-ban
indexre nem tették. Pontosabban fölfüggesztették. Az egy enyhébb foka az indexnek, de az is valami, ahol nem lehet terjeszteni, nem lehet megtalálni. Tehát a Galileinek fő szerepe volt abban, hogy Kopernikus művét felfüggesztették, betiltották Olaszországban 60 évvel a megjelenése után. És ha a Galilei nem ugrál, akkor nem tiltják be. De ez már egy másik történet, amikor majd indexezik. A napfoltok idején Galilei még nyugodtan élvezhette a sikerét. Na, hát eddig ezt írtam meg. Sikerült azért. Azt hittem, hogy gyorsabb lesz felolvasni, de sikerült az önök idejét egy kicsit elvenni. A Dávid Fabriciusról azt olvastam, itt vannak a jegyzetek, hogy ő találta, ő észlelte először a Mira Cetit. Igaz ez, Attila? És hogy Tycho Brahe tanítványa volt. Dávid Fabricius. Igen, Dávid Fabricius, Tycho Brahe tanítványa volt. Hát azt hiszem, hogy most már nem fogok itt a borzasztó sok jegyzetemből olvasgatni. Tehát tulajdonképpen még csak befejezésül, ha már Galileire emlékezünk, csak annyit, hogy a csillagászati művei az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mondjuk 7. 7 fontos csillagászati műve volt, mert 1638-ban, tehát 4 évvel a halála előtt, egy olyan, hogy két új tudomány, egy olyan műve jelent meg Leidenben, Olaszországban nem jelenhetett meg, de azt hiszem, hogy ez már a földi mechanika. Ugye? Ez már a földi mechanika. És amint említettem, a Sidereus Nuncius előtt volt 3 dolgozata, szintén fizika és mechanika, nem pedig csillagászat. Csillagászati a 1610-ben a Sidereus Nuncius, 1612-ben, hát ez se olyan nagyon csillagászati talán, értekezés a vízben úszó vagy vízben mozgó tárgyakról, ugye ez nem annyira, mert hát... Igen, szóval nem... Rajongott Archimédészért. Igen, szóval itt nem a hold, ez nem a hold. Hold. Igen. Utána jött 13-ban a napfoltokról, utána, na itt jön 1615, értekezés a tenger árapályáról. 19, értekezés az üstökösökről. 1623, aranymérleg, ez egy nagyon fontos elméleti műve. Ez is a Lincsei Akadémia kiadásában és címer emblémájával jelent meg. Ez egy vitairat egy tudós ellen, aki nem tudja, a megfigyelései nem elég finomak és nem elég helyesek, és ő viszont az ő arany mérlegével a valóságot a megfelelő módon értelmezi. És ebben írja azt is, hogy a természet nyelve az körökből és háromszögekből áll. És aztán utána jön 32-ben a botrány, a világ két nagy szisztémájáról. Párbeszéd a világ két nagy szisztémájáról. Ebből tört ki a botrány, de egyébként a Simplicio, nem Matteo Barberini, vagy Maffeo Barberini pápa volt, hanem a Simplicio volt Ptolemaios, és a másik pedig Kopernikus a műben. Csak azt mondták a pápának, hogy őt figurázza ki a remélei. Hát
beszélni. Ja, és végül is a múltkor egy kérdés hangzott itt el, az előttem szóló előadó szájából, hogy az, hogy e pulsi muove, vagyis, hogy és mégis mozog. Ez igaz, hogy ezt mondta, vagy nem igaz? És én erről annak idején azt olvastam, hogy erre egyetlen egy jel, vagy adat van, hogy amikor 1632-ben, vagy 33-ban volt a per? 33-ban. A per után házi őrizetben volt a Medici villában, Rómában, a Toszkán nagyherceg épülete volt az, de aztán azt kérte, hogy elmehessen onnan egy idő múlva, és körülbelül nem is tudom, két hónap múlva, vagy mikor, engedélyt kapott a pápától, hogy elmehessen a barátjához, a szienai érsekhez, aki azt hiszem Piccolomininek hívták, elmehessen, és ott vendégeskedjen házi őrizetben. És ott sem volt sokáig, ott is talán csak két hónapig volt, és aztán ment Arcetribe, a saját házába. És ahol aztán 42-ig ott volt, akkor halt meg 42-ben. És ott a Piccolomini érseknek az unokaöccse vitt egy galilei portrét Amerikába. És azon a portrén volt rajta, hogy és mégis mondom, e pulsi muove, azon a portrén. Hogy ezt állítólag ő mondta, Galilei, és akkor ez az unoka öcs felfestette ezt a mondatot a portréra. Én ennyit derítettem. Hát köszönöm a szíves figyelmet. Tudom, hogy Galilei betegeskedésének az volt az oka, hogy egyszer elment nekem, hát barátokkal, ugye mindig pénzszűkébe volt, nagyon sokáig, egészen addig, amíg vissza nem lett tanítani Firenzébe, ugye már akkor a engedélyt kapott, hogy elmentek barátokkal valami hegyekbe, és nem tudom, valakinek volt egy világ, és egy ilyen légkondicionáló beledezs, egy ilyen barlanggal volt összekötve az a villa, ahol ott voltak, és valami mérges gázok jöhettek be, és egy ember meg is halt, és a Galilei meg onnantól betegeskedett mindig valamilyen mérges gázok hatására. Vagy valamilyen ilyesmi olvastam, nem tudom, hogy ebből. Tehát amikor ő Firenzébe került Padovából, ez akkor ez történt? Igen. Akkor még ő fiatal. Legboltog a 18 esztendét, ahogy eltöltött. Tehát ott valami vendégeskedés során volt valami mérgezés, és ez így mindig visszatér. Köszönöm szépen. Ismét Itáliában jártunk. Nem féltetlen ronda időben. Ott még rondák. Sokkal rondább idő van most ott, mint itt. Igen. De mindig csak ott van az ember. Árvizet meg minden, szörnyű. Szörnyű most, komolyan. Jövő héten Prágában vagyunk. Jó lesz? Mindenki hozom magába egy sört. Hozzá? Ki miért szeret? Hogy a szomány? Hozzá az csak.